A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Adásunk témája pedig a közszolgáltatók napja, hiszen immár második alkalommal szerveznek konferenciát Székesfehérváron. Ebben a tematikában sok szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégeit, Szegő Krisztinát, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, Guti Pétert, a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, valamint Bozai Istvánt, a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Ügyvezetőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük a lehetőséget. Tavaly ugye a város hagyományteremtő szándékkal már elindította ezt a sorozatot, akkor nyilván másik három cégnek a bemutatásával indult. Az idei esztendőben pedig a három említett terület mutatkozik majd be. Fontos dolog ez, hiszen nagyon sok emberhez eljutnak. A cégek számára ez miért jó, ez a lehetőség? Hogy látják? Ami a bemutatkozási lehetőséget illeti. Szerintem nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy lássák azt a tevékenységet, ami az egyes területeken folyik, hiszen egy-egy szelettel talán tisztában vannak, találkoznak vele, de hogy mégis mennyire összetett az a feladat, amit az egyes cégek végeznek, az arra egy kiváló lehetőség egy ilyen alkalom, amikor tényleg be tudjuk mutatni a teljes portfóliónkat, mondjuk így, és valóban jó lehetőség arra, hogy elmondjuk azt is. Például mi, hogy 15 év alatt, amióta ez a Kft. Létrejött, 276 ezer látogatót fogadtunk a Turinform irodában személyesen. Azért ezek szerintem elég sokat mondó számok, és még ugye a többi, amiről majd szeretnénk beszámolni. Miért fontos ez Önöknek? Nagy felelősség az a szolgáltatás, amit mi nyújtunk itt a helyi közösségnek, és igazából ez egy olyan alkalom, amikor a közösség láthatja azokat az arcokat, megismerheti azokat a társaságokat, akikkel ilyen úton kapcsolatba lép. Ugye mi is nagyon széles tevékenységi kört fedünk le, a Himerházba esküvői szolgáltatást nyújtunk, és a legnagyobb sportlétesítményeit Székesfehérvárnak szintén mi üzemeltetjük, meg közötte még van egy csomó olyan egyéb tevékenység, amit ellátunk, úgyhogy nagy megtiszteltetés, meg öröm számunkra, hogy most ezen az alkalmon be tudjuk mutatni ezt a széles palettát az érdeklődőknek. Hát a Városgondnokság pedig azt hiszem, hogy tényleg szinte az élet minden területét érinti. Igen, én is úgy gondolom, hogy magát a munkánknak a gyümölcsét, vagy a munkák eredményét mind a három cégnél láthatják minden nap a fehérvári lakók, Fehérvár város lakói, de maga egy kicsit én azt gondolom ezen a napon a kulisszák mögé tudjuk bemutatni, kulisszák mögött is be tudjuk mutatni a cégünk működését, tevékenységét, kik látják el ezeket a feladatokat, hogyan készül a produktum. Két fontos dolog is elhangzott szerintem itt az elmúlt percekben. Egyrészt a 15-ös év, ami mindegyik cég számára ugye egy fontos dátum, valamint az is, amit István említett, hogy a kulisszák mögé be lehet tekinteni, mert szerintem az embereket mindig érdekli azt, hogy mi van az zárt ajtók mögött. Mivel készülnek majd erre az alkalomra? Én a 15-ös évre reagáljak, hogy ezt a sajtótájékoztatón is elmondtam, és majd a prezentációmban is el fogom mondani, hogy azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ezeknek a szolgáltató cégeknek a születése erre az időszakra tevődik, mert szerintem az önkormányzatiság eljutott arra a szintre, hogy a társadalmi igény megfogalmazódott meg, egy olyan szolgáltató, fejlesztő önkormányzati struktúra irányába, amihez az önkormányzatoknak létre kellett hozni, vagy úgy döntöttek, hogy létrehoznak ilyen szolgáltató cégeket, amikkel ezeket a feladatokat, ezeket az új igényeket ki fogják tudni szolgálni.
és ebben az elmúlt 15 évben ezen az úton haladtunk mi vállalkozások, hogy ezeket a szolgáltatási köröket minél szélesebb körben, minél jobb minőségben nyújtsák a helyi közösségeknek, illetve maga az önkormányzat is változott, a régi hatósági feladatok és a hivatali struktúrába megjelent egy olyan menedzsment fejlesztő szemlélet, aminek számtalan eredményét itt Fehérváron a lakosok megtapasztalhatják. Mi közösen olyan kulisszajárásra készülünk, hogy akkor erre a témára átugorjak, amely kapcsán valóban egy kicsit más szempontból, de mi a mi oldalunkról idegenvezetővel készülve, a Városfejlesztési Kft. Pedig üzemeltetési oldalról, illetve házigazda oldalról még a Szent István Király Múzeum is csatlakozik egy olyan invitáláshoz, amelyben azokat a belvárosi helyszíneket szeretnénk bemutatni egy kis vezetés alkalmából, amelyekben a Városfejlesztési Kft. Az üzemeltető, mi pedig vagy jelen vagyunk, vagy pedig a város bemutatás, a kulturális értékek bemutatása révén napi szinten ezeket a helyszíneket bemutatjuk az ideérkezőknek, illetve a helyieknek is. 10-én, tehát a konferencia napján délután szervezünk három programot, 16:30-17 órakor. Először a Szent István Király Múzeum rendházépületében tartunk egy ilyen kulissza mögé tekintős programot, utána 16:30-kor a Hímerházat mutatjuk be hasonló szemlélettel, és végül 17 órakor a Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontját, a Várkör úton található tavaly átadott helyet, kulturális helyet mutatjuk be így a látogatóknak. A Városgondnokság mivel készül? Pont ezen gondolkodtam, hogy nem is kimondottan a kulisszák mögé, hiszen a Városgondnokság munkája az van talán leginkább szem előtt. Tehát a mi kollégáink azok kint dolgoznak a közterületeken, kint dolgoznak a Székesfehérvár területein. Itt inkább én azt gondolom, hogy közelebb fogjuk hozni a gépeket, az eszközöket, az embereket az érdeklődőkhöz. Tehát ezért egy talán a leglátványosabb eleme lesz ennek a napnak a Városgondnokság szempontjából, hogy azokat a speciális célgépeinket, ez több mint 30 eszközről szól, ezt bevisszük a Városház térre. Tehát ott közelről meg lehet nézni ezeket a nagyon speciális és nagyon korszerű városüzemeltetési gépeket. Utcaseprőgépet, fűnyírógépet, emelőkosarasgépeket, robotfűnyírót. Tehát rengeteg robotfűnyírót is bevisszük, természetesen nem nyírjuk a füvet a belvárosban, mert nincsen, de megtekinteni viszont meg lehet közelről, mert ez egy nagyon különleges, speciális gép. Egyébként ilyen közelről azért nem nagyon lehet ezeket az eszközöket megnézni, amikor dolgoznak a városban. Egyébként az volt a tavasz, hogyha jól emlékszem, hogy a tavalyi évben is ez az ilyen kicsit ilyen interaktívabb, kitelepülős kiállítás azért sokakat vonzott oda, tehát úgy, szerintem ez biztos egy ilyen nyerő program lesz. Mi is ebbe bízunk, hogy érdekelni fogja a fehérváriakat, hogy miként és hogyan üzemeltetjük a közterületeket. Péter ugye említett egy nagyon fontos dolgot, szerintem ez a menedzser szemlélet, és én azt gondolom, hogy ez a szemlélet mind a hármótokra nagyon is jellemző. Reméljük, hogy ez valóban mert ugye így van, és így működik az irányító embereken is az, hogy mondjuk egy cég hogyan meg miként tud ilyen dolgokat megvalósítani, azért is gondoltam, hogy egy kicsit erről is beszéljünk. A magunk részéről ugye mi kifejezetten annak idején egy turisztikai menedzsment szervezetként jöttünk létre 15 évvel ezelőtt, tehát kifejezett elvárás volt, hogy a helyi turisztikai szereplőket összefogva a helyi értékeket egy kínálati egységekben juttassuk piacra, hogy ilyen csúnya szóval fogalmazok, tehát kifejezetten szükséges volt erre a menedzseri szemléletre. Hozzátéve, hogy a Turinform iroda, akkor is már működő Turinform iroda önkormányzati irodaként működött előtte, és így került át ehhez a társasághoz az iroda vezetése. Így
történt egy olyan fajta szemléletváltás, hogy a mondjuk így viszonylag passzív információszolgáltatás mellett egy nagyon is aktív és proaktív tevékenységet kezdtünk el végezni. Talán az egyik legnagyobb büszkeségem egyébként az, hogy 2010-ben már megszerveztük a helyi idegenvezető hálózatot. Ez közel változóan, de úgy közel 20 helyi idegenvezetésben dolgozó lelkes munkatársat jelent, akik egyébként nem főállású idegenvezetők, de őket mozgatva tudtuk elérni azt az évek során, hogy a városba ide érkező csoportokat gyakorlatilag mi szolgáljuk ki, az általunk közvetített idegenvezetők mutassák meg a város értékeit. Ez több szempontból nagyon fontos, egyrészt azért, hogy azt tudjuk elmesélni magunkról, amit mi helyben igazán fontosnak tartunk. Fel tudjuk hívni a figyelmet azokra az értékekre, amelyek esetleg rejtve maradnának. És hát fel tudjuk kínálni az egyéb programokat, szolgáltatásokat is. Tehát egy nagyon nagy helyzeti előnyünk van, hogyha mi tudunk szólni az ide látogatókhoz. De egyébként már 2010-ben is úgy álltunk neki ennek a idegenvezetői hálózat megszervezésének. Azt mondtuk, hogy valójában nekünk az összes fehérvári lakos a munkatársunk. Ha ők ismerik, szeretik a városukat, akkor ők fogják tudni hitelesen közvetíteni ezt kifelé, hiszen azt is tudtuk már legelső méréseinkből, hogy a legtöbb ideérkező látogató rokonhoz, ismerőshöz, barátokhoz, családhoz érkezik. Ha a fehérváriak azzal a szemmel hívják őket és látják vendégül őket, hogy ismerik az értékeket és szeretnék ezt megmutatni, szeretnék elmesélni a mi történetünket, akkor már nyert ügyünk van, tehát a fehérváriakhoz is szólunk. Kezdettől fogva, 2010-ben a Legyen turista a saját városában kampánnyal indultunk neki ennek a munkának. Most ott tartunk, hogy gyakorlatilag egész éven át minden hétvégén kínálunk valamilyen városfelfedező programot, legkülönfélébb tematika szerint, gyalogosan, kisvonattal, busszal, legváltozatosabb formában, és ezeknek a programoknak nagyon-nagyon jelentős részben résztvevői a székes fehérváriak maguk. Nagyon-nagyon kedvelik, szeretik ezeket a programokat. Rászoktak arra, hogy érdeklődjenek a város története és értékei iránt. Abban egy csempszeremű lélet, ugye? Igen, tehát attól, hogy köztulajdonban álló cégeket vezetünk, attól még a piacon dolgozunk. Tehát a piacról kell a munkaerőt fölvennünk, illetve nagyon fontos, hogy az önkormányzatnak a lehető leghatékonyabban lássuk el azokat a közszolgáltatásokat, amiket ránk bíztak. A Városgondnokság nagyon sok területen piacvezető a régióba is. A zöld terület fenntartásban hasonló méretű egység sincsen sehol, de például a rendezvényszervezésben a rendezvény divíziónk is abszolút piacvezető méretűre tudott már kinőni. Rengeteg rendezvényt, a város legnagyobb rendezvényeit azt a Városgondnokság rendezi. Tehát én azt gondolom, hogy ez a piaci szemlélet, az üzleti szemlélet az a mi működésünkben is, a mi munkánkban is minden nap folyamatosan követni kell. Ez elvárása is egyébként a tulajdonosnak, a lehető leghatékonyabban kell elköltenünk azt a pénzt, amit a város nekünk biztosít. Péter? Csatlakozom én is az Istvánhoz, hogy a klasszikus közgazdaságtanban azt mondják, hogy a vállalkozás célja a profit. De most itt mi non-profit, van, aki meg még közhasznú KFT-ként is működik, és valójában ennek a társadalmi profit a célja, és az a szolgáltatás, amit ezen keresztül ugye az önkormányzat nyújt. A Krisztihez csatlakozva viszont én is azt tudom elmondani, hogy mi is a startvonalnál egy ilyen menedzsment indítatással kezdtünk. Ugye projektmenedzsment szervezetként indult a Városfejlesztési Kft. A támogatási forrásoknak a projektmenedzsment feladatait végezte, és aztán ahogy a városba kialakult az a fejlesztési cél, az a fejlesztési perspektíva, amit elképzelt a városvezetés, úgy alakult át a szervezetünk, és kapcsolódtunk be olyan szolgáltatási területekbe, amik ezt a célt szolgálták. Én
a nyílt napokon mindig meglepődöm azon, hogy hányan kíváncsiak a kulissza mögötti dolgokra. Mindig azt gondolom, hogy azok a dübörgő gépek és okos épületek, amiket az utóbbi időben fölépítettünk itt Székesfehérváron, azoknak ez a motorház tető alatti része csak bennünket érdekel, de nem, csillogó szemű gyerekek is, meg felnőttek is ott kíváncsian nézik ezeket a gépeket, mi meg örömmel mutogatjuk nekik. Úgyhogy örülünk, hogy ilyen lehetőségünk lesz. Ugye fontos dolog volt az is, hogy professzionalizmus, menedzsment szemlélet, meg piaci környezet, és a munkavállalók kérdésében ez egy nagyon izgalmas rész, hogy hogy tudjátok megszólítani a megfelelő szakembergárdát, hiszen azért ehhez olyan munkatársakra is szükség van. Nagyon fontos, hogy gyakorlatilag egy juttatási rendszerbe, illetve hát egy olyan speciális foglalkoztatási közegbe szólítsuk, illetve hívjuk a például mi a Városgondnokság dolgozóit. Nagyon fontos, hogy azért a piacon vannak jobban fizető cégek, mint mi vagyunk. Tehát ez egyértelmű, ahol a profit, ahol gyakorlatilag korlátozás nélkül tudják a vevőkre hárítani a költségeket, a bérköltségeket, ott azért egy kicsit jobban tudnak játszani, vagy jobban tudnak gazdálkodni a bérekkel. Nekünk azért ez egy közpénzből való gazdálkodásnál nem mindig korlátlanul működik. Ettől függetlenül az a biztonság, amit egy ilyen közszolgáltató, mint amit egy ilyen közösségi tulajdonban álló cég nyújtani tud, hogy itt mindig mindenki megkapja a juttatását. A munkakörülmények azok mindig tökéletesen meg kell, hogy feleljenek munkabiztonságba, megjelenésbe, mint ahogy az előbb említettem, a gépek minőségébe. Én azt látom, hogy ez nagyon sokat számít a munkavállalóinknál, és most már elmondhatom, hogy legalább a munkavállalóinknak a kétharmada az több mint 5 éve a Városgondnokságnál dolgozik, tehát egy nagyon komoly törzsgárda kezd kialakulni, akik szívesen dolgoznak nálunk, mi meg nagyon szívesen dolgozunk velük. Hát csatlakozom én is, ehhez valóban egy biztonságos, színvonalas munkakörnyezet szükséges ahhoz, hogy a dolgozókat megtaláljuk és meg is tudjuk tartani. Én is elmondhatom, hogy stabil munkatársi gárdával dolgozunk az évek során, és nálunk is van azért nehézség, hiszen a turizmusban dolgoznak a kollégáim, ami azt jelenti, hogy hétvégén is, ünnepnapokon is nálunk ugye munkavégzés zajlik, ráadásul a Turinform irodában például idegen nyelven is kiszolgáljuk a hozzánk érkezőket, úgyhogy felkészült, kvalifikált munkaerőt valóban csak úgy tudunk megtartani és megszólítani, hogy mindezeket kínáljuk, és nálunk én azt gondolom, hogy benne van az is, hogy ez egy presztízsértékű munkahely. Alapvetően el is szoktam mondani a kollégáknak, hogy mi itt a kirakatban vagyunk, valójában ti vagytok a város arcai, hiszen aki ide érkezik a városba és a Turinform irodában kezdi, jó esetben szeretnénk hát azt hinni, a látogatás, akkor így van, akkor az lesz az első benyomása szinte a városról, és ez nagyon fontos és meghatározó, de még egyszer mondom, hogy ennek a presztízse és azok a helyszínek, ahol a kollégáim dolgoznak, a Hímerház, a Sóstó, azok mind-mind a város kiemelt értékű legszebb pontjai. Igen, munkabér az egy eleme, egy fontos eleme, de nem kizárólag egyetlen eleme annak a juttatási csomagnak, amit mi is a dolgozóinknak próbálunk nyújtani. Most már elég szép számban vagyunk, tehát 120 körüli a mostani a létszámunk az aréna üzemeltetésével együtt. És én azt látom, hogy ahány kolléga annyiféle egyéni motivációja van. Tehát minél szélesebb körben tudunk kínálni a csomagba lehetőségeket, legyen szó munkahelyi képzésről, legyen szó rugalmasabb munkarendről, bár nekünk is ugye sportmérkőzések a 0-24, a műszaki karbantartási ügyeletünk az 0-24, tehát mi is egy ilyen folyamatosan rendelkezésre álló szervezet vagyunk sok tekintetben. Ezért próbálunk olyan szolgáltatás csomagot, vagy olyan juttatási csomagokat összeállítani, amiben mindenki megtalálja a számára kedvezőt, és kell hozzá egy csomó elhivatottság, illetve kell hozzá egy kicsit olyan motiváció, hogy azért
azért menő egy stadionba dolgozni, menő egy arénába dolgozni, és ezekkel együtt úgy összességében azt gondolom, hogy sikerült olyan nagyon jó szakembereket találni, akik képesek ezeket a feladatokat jó színvonalon megoldani. Menedzsment szemlélet mellett a válságmenedzsment is azt hiszem, hogy az elmúlt néhány évnek egy meghatározó eleme volt. Mekkora kihívás volt az elmúlt 2-3 év a cégek számára? Nagyon nagy. Nagyon nagy. Tehát az is, amikor le kellett zárni a várost. De ettől függetlenül azért a város alapvető közfeladatainak működnie kellett, tehát a hulladék zöld felület, a fűnőt attól még, hogy Covid-járvány volt. Ettől függetlenül nagyon nehéz volt azért ebbe az átmeneti időszakban megszervezni azért ezeket a fontos közszolgáltatásokat. Senki nem tudta, hogy most akkor ez a válság meddig tart, mikor lesz vége, úgyhogy tehát magát a közszolgáltatásokat fenn kellett tartanunk, de mégis rengeteg korlátozással. Hát az előző 1-2 évnek pedig az energiaválsága az gyakorlatilag szintén kezelhetetlen. Tehát az, hogy az egyik napról a másikra 10-szeresére nő, az például a közvilágítás elektromos áramnak a díja, az arra nagyon-nagyon nehéz felkészülni, és erre bármit is tenni. Ami talán egy picit jó, hogy rengeteg olyan egyébként környezet tudatosság szempontjából viszont nagyon fontos beruházást megcsináltunk az elmúlt pár évben, amit az előző években azért úgy mindig halogattuk, mert például a közvilágításnak, tehát a Városgondnokság szempontjából a legnagyobb energiatakarékos beruházásunk az a közvilágítás korszerűsítés volt. Ez olyan nagyon nem látványos, mert előtte is világos volt a városba este, most is világos van, csak harmad annyi áramot fogyaszt a fehérvári közvilágítás, mint előtte fogyasztott. Ez idén csak 700 millió forint megtakarítást hoz. Előtte mindig volt valami ennél fontosabb beruházás, amit csinálni kellett, most azonnal, amint 10-szeresére emelkedett a közvilágítás villanyszámlája, azonnal fontos lett ez a feladat, és azonnal el is tudtuk végezni. Szerencsére egyébként ez egy nagyon gyors beruházás, tehát a döntéstől a végrehajtásig gyakorlatilag alig volt több mint egy év, ami alatt ezt a nagyon komoly korszerűsítést végre tudtuk hajtani. Ami nagyon fontos volt, hogy előtte azért erre mi már készültünk, tehát évek óta folytak ennek a tervezése. Tehát sejtettük, hogy ezt előbb-utóbb meg kell csinálni, hát azért ez a válság azért erősen felgyorsította. És ti is mondjuk mondhatjuk, hogy mind a két terület olyan terület, amit minden szinten érintett ez a válság. Egy rémálom volt, tehát én utólag értékeltem csak az előtte lévő konszolidált időszakot, amikor igazából olyan semmi különleges dolog nem történt. De hát az utóbbi időszakban nagyon közel csapkodnak a villámok körülöttünk. Ugye a Covid idején például az esküvői szolgáltatások voltak azok, amiket végig fenntartott a város. Igaz, speciális szabályokkal, létszámkorláttal és ültetési távolságokkal, meg ma már nem is biztos, hogy minden szabályra emlékszem, de a lényeg az, hogy a kollégáim végig dolgoztak akkor is, amikor teljes karantén volt. És egyrészt ezeket a módszertani változásokat kellett viszonylag gyorsan lereagálnunk, másrészt meg ugye mi is tudatosan készültünk nem Covid-járványra, hanem egyszerűen a fejlődésünket olyan irányba próbáltuk meg mindig előrevinni, amik aztán utólag sikeresen tudtak hasznosulni ebbe a gondolok az otthoni munkavégzésre, mert azért vannak olyan irodai, háttérirodai feladatok, amikhez ez a vállalati digitalizációs platform, ha rendelkezésre állt, akkor viszonylag gyorsan, rugalmasan át tudtak állni a cégek ezeken a területeken. Mi ezek közé tartoztunk, nálunk különösebb zökkenők nélkül azokat a területeket, amik nem igényeltek jelenléti munkavégzést, át tudtuk ültetni ebbe a munkarendben. Ma már visszatértünk, tehát ma már nincs home office nálunk. Az energiaválság, az pedig ugye, hát jellemzően mi hatalmas energiaigényű, viszonylag nagy energia. Még akkor is, hogyha rendkívül korszerű, okos épületekről beszélünk, azért egy ilyen nagyobb sportlétesítménynek az energiaigénye az szemmel jól látható összeg volt akkor is, amikor olcsó volt az energia, és most is. Azt is tudni kell, hogy ezeknek a gépészeti berendezéseknek a tervezésekor mondjuk a tervezők nem olyan esetekre számítanak, vagy nem olyan esetekkel kalkulálnak, amikor mondjuk plusz 7 fokot kell egy egyébként komfort szinten 21-23 fokos helyiségeket tartalmazó épületbe fenntartani,
és még az is kérdés volt, hogy bizonyos berendezésekkel ezt a fajta energiamegtakarítási igényt ki tudjuk-e szolgálni úgy, hogy egyébként ne okozzunk olyan műszaki meghibásodásokat, amiket aztán utána szintén méregdrága pénzért lehet. Sokkal többet sokkal, akár. Igen, több lesz akár, mint a haszon. Ezek azért olyan feladatokat adtak, amikre most már tudjuk azt mondani, hogy igen, sikerült ezt lekezelni, sikerült megoldani, meg tudtuk hozni azokat az intézkedéseket, de azért ez a normál működéstől szerintem azt kijelenthetjük, hogy ez azért jelentősen eltérő működést igényelt mindegyikünktől. És én már nagyon várom azt, hogy visszatérjünk a normalitáshoz, bár mindig jönnek újabb meglepetések. Kriszti? Nagyon nehéz időszak volt, ugye azt tudjuk, hogy a turizmus teljes egészében leállt a Covid alatt, de a város hozzáállásának köszönhetően talpon maradtunk. Ezt mondom úgy, hogy látom az ország hasonló szervezeteinek a sorsát a Covid óta, és bizony nagyon sok szervezet zsugorodott minimálisra, vagy szűnt meg. És azt gondolom, hogy egyrészt köszönet ezért, hogy meg tudtunk maradni, másrészt pedig talán utána a jövő időszak azt igazolta, hogy igenis szükség van erre a munkára, és mindarra, amit hozzá tudunk tenni. Egyébként pedig a Covid alatti időszakot ki tudtuk használni mi is arra, hogy elvégezzünk olyan feladatokat, amire nem volt lehetőség. Csak egy kis adalék, 3 digitális felületet fejlesztettünk ez idő alatt. A Sóstó honlapját, ami az év honlapja díjat el is hozta turizmus kategóriában, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Egy digitális kedvezménykártyát, a Nyisfehérvárra kártyát, és a Fehérvár Neked tematikus túra útvonalas applikációt, amely mindkettő Városmarketing gyémántdíjat kapott, tehát hasznosan töltöttük ezt az időszakot olyan háttérmunkával, amelynek aztán például a digitális kedvezménykártyának a Covid utáni újraindulásban én azt gondolom, hogy volt szerepe, és a szállodák marketing tevékenységét nagyban segítette. Misorunk végén még egy kicsit kanyarodjunk vissza az április 10-éhez, hogy ezek a programok, akár a konferencia, a kiállítások, akár ezek a kulisszatitkos tárlatvezetések, hogyha fogalmazhatok így, ezek nyilvánosak-e, hogyan tudnak erre jelentkezni az érdeklődők, mit tudtak erről elmondani? Ezeket a speciális vezetéseket a Turinform Facebook oldalán fogjuk hirdetni, regisztrációhoz kötöttek lesznek, díjmentesek ezek a túrák, hát amennyi résztvevőt tudunk fogadni, megpróbáljuk a maximumra tolni a létszámot, mert én azt gondolom, hogy lesz nagyon sok érdeklődő, úgyhogy még egyszer Turinform Székesfehérvár Facebook oldalon ma-holnap megjelennek ezek az információk, és meg lehet kezdeni a regisztrációt. A mi gépeink azok egy fél napot tudnak ott állni, mert a munkadandárjában vagyunk, tehát elindult a tavasz, gyönyörű az idő, nő a fű, nőnek a növények, tehát rengeteg a dolog a közterületen, egy fél napra tudjuk ezeket a gépeket kiállítani a Városház téren, tehát mi reggel 9-től délután 1-ig fogjuk a gépeket ott tartani, kezelő személyzetükkel együtt, akiktől esetleg kérdezni is lehet majd a gépekről, teljesítményükről, kezelésükről, bármiről, tehát mi egy fél napig fogjuk ezeket a gépeket ott tartani, és ez természetesen nyilvános, mert ez a közterületen fognak elhelyezkedni, úgyhogy gyakorlatilag bárki oda sétál, sőt, hát biztatok mindenkit, hogy jöjjenek, nézzék meg közelről ezeket a gépeket, akinek van bármi műszaki affinitása vagy érdeklődése, azok számára ezek érdekes eszközök. És gondolom, akkor a Városfejlesztés és a Turinform közösen valósítja meg a programokat. Igen, igen, kéz a kézbe fogunk. Igen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és egy kicsit a háttérbe is betekintést nyerhettek a nézőink. Köszönjük szépen. A beszélgetésünket visszatekinthetik a Fehérvár TV YouTube csatornáján, és természetesen április 10-én mi is ott leszünk ezen a programon, a konferencián és magán az összes eseményen, tehát a beszámolókat is láthatják, és velünk együtt átélhetik, hogy Fehérvár tele van értékkel. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.